minek feleslegesen szaporítani a szavakat, így is már egy-két szóval szaporább lett a dolog, mint kellett volna, fogja, kihúzza, aztán úgyis majd elül a botrány, hát kit fog érdekelni. Tehát valószínűleg Demcsáknak különben a bejelentéseivel sokkal több problémánk lesz az elkövetkező években, mint azzal, hogy ő személy szerint különösebben nem kedveli a szegény embereknek a társaságát. Na jó, de mit is várjunk akkor, amikor, hogy mondjam, ez a módszer, amit ő előadott, ez nem hasonló ahhoz, mint ahogy a Sztálin levette Trockinak a képét a régi forradalmi fotókról, ahol Lenin mellett ott áll büszkén Sztálin mellette, ott áll Trocki, Buharin, ott áll Kamenyev, Zinoviev, és akkor így egyenként elkezdte így leszedni az arcokat, és akkor helyette mindenféle ilyen, senki által nem ismert és azonosíthatatlan prolik kerültek mondjuk Trocki helyére, Lenin jobbjára. Tehát nem ez a módszer? Tehát nem ugyanez a módszer, hogy így valami van, amit nem tudok vállalni, valami az én politikai céljaimmal nem egyezik, és történetesen részét képezi az igazság nevű nagy konglomerátumnak, hát ugyan miért is lennénk tekintettel az igazság elvre, létezik egyáltalán ilyen a politikában? Nagy lószart, ki kell azt onnan egyszerűen vágni, ki kell azt onnan egyszerűen ollózni, mintha ott se lett volna. Megváltoztattuk a valóságot, magunk kényére kedvére formáltuk, innentől kezdve a politika már leköveti a mi elképzeléseinket, nem reflektál a valóságra. Ennek a kormánynak tökéletes szóvivője lesz, írja az SMS író. Ez a Demcsák menjen a P-be. Az én gyerekem a 19. kerületbe jár bölcsibe, és teljesen jól érzi magát, nem jutott eszembe, hogy az elit bölcsibe járjon, pedig megtehetném, de nem nézem le a pajtásai szüleit. Na jó, hát nem rendelkezel a Demcsák-féle burzsoá öntudattal, úgy tűnik. Szocialista kormány, írja az SMS írónk, és ez a szóvivő. Atyaég. Még nem szóvivő csak lesz, de különben ki tudja, tehát lehet hogy Demcsák azért bemutatja Magyarország legrövidebb szóvivői karrierjét, aminél ugye Havas a maga egy hónapos tevékenységével már magasra tette a lécet, de lehet, hogy ő képes lesz a nulla napra, tehát hogyha Havas, én jól tudom, 3 napig volt szóvivő egyébként. Vagy 3. És nem szóvivő volt, hanem államtitkár egyébként. De az ugyanaz volt. Hát igen. Fölvette az iszonyatos lóvét, azt mondta, hogy iszonyatos végkielégítést tett fel a 3 nap után. Hát szerintem nem vett fel iszonyatos végkielégítést. Robi, tényleg szörnyű, én egyedül nevelem a lányom. Nem állunk túl fényesen, akkor én büdös vagyok? Ráadásul a saját kormányunk szerint? Tegnap is mondtam, morális katasztrófa. Nem a Zsuzsinak kellett volna tegnap az első helyen lennie. Nem a Zsuzsinak kellett volna tegnap az első helyen lennie? Szerintem ezt kérdezi az SMS író. Hát én egy valamiben biztos vagyok, hogy, vagy hát legalábbis remélem, bár csak biztos lennék benne, hogy ennek a Zsuzsinak a combjai mindenképpen hosszabbak, mint a karrierje lesz. Remélem, nem nyom fel titeket senki az ORTT-nél, Demcsák és a hangosítás miatt a csúnya beszédért, de vicces lenne, ha Fialán állnának bosszút. A műsorsáv elnémításával. Micsoda? Hát most mindenki félt minket nagyon az ORTT-től, még édesanyám is, aki írja, hogy én annyira közönséges vagyok, és hogy ne csináljam. Hát kedves édesanyám, járatott volna engem ennél kvalifikáltabb óvodába, gazdag gyerekek közé, és akkor most talán nem ilyen lennék, mint amilyen vagyok. Hát de milyen csúnya beszél volt. Demcsák Zsuzsa is nyilván el akarja ezt kerülni, hogy a gyereke aztán a végén még ilyen közönségesen beszéljen, ezért hát nyilván. De használtunk olyan szavakat, amiket a miniszterelnök nem szokott frakciúlésen? Ez egy jó kérdés egyébként. Mert én azt gondolom, hogy a parlament és a parlament intézményei ugye az a közéletnek a legfelsőbb fóruma. Tehát egy frakció értekezlet is valamilyen módon a közélet legfelsőbb fóruma. Most, hogy a közélet legfelsőbb fórumán lehet bizonyos szavakat használni, azokat a szavakat a közélet lényegesen alacsonyabb fórumaitól megvonni, azoknak a használatát ezeknek az alacsonyabb rendű rangú fórumoknak megtiltani, szerintem nem lehet. És hát mi megpróbáljuk lekövetni egyébként azokat a trendeket, amelyeket diktálnak számunkra a politikai élet legmagasabb szintjein állók, az elit. De ez a hihetetlen, hogy tényleg itt van ez a világbotrány, és a mi kommunikációnkkal vannak az emberek elfoglalva, és nem azzal, hogy a kormány szóvivő, akinek különben az lenne a munkája, hogy kommunikáljon, az hogyan hamisítja meg a saját blogját, hogyan kommunikál társadalmi izgatást, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz burzsúj öntudatot, azzal nincsen gáz. Azzal, hogy véletlenül mondjuk használta valamelyik K-betűt. Mit használtunk? Milyen csúnya szót? Nem tudom. Nem tudom már. Nem emlékszem igazából. Lehet, hogy azt mondtam, hogy elkúrták.
Igen, szerintem az biztos, hogy volt, de hát az kikérni, de hát lehet, azt senki mondta, nem fogja. Hogy hát én az összes híradóba, a Hír TV-től kezdve, a Magyar Nemzeten keresztül, a magyar, nem is ismertem ezt a szót igazság szerint. És én a magyar médiából ismerem, és tudtam, már egyiket sem tiltották be. Én lelkem szeplőtlen volt. Nézd, én ebben a kurva országban még így beszélni miniszterelnököt nem hallottam. Igazából. Na jó, de senkiben nem volt nagyfokú tapintat, hogy hát ezeket a szavakat kipontozza, vagy nem mondja, nem csak annyit mondjon, hogy hát a miniszterelnök csúnyán beszélt. Csúnya szavakat mondott, amikor a kormányzati teljesítményről volt szó. Olyan a szóvivő, amilyen a kormány, egy kalapszar nagyképű milliómosok gyülekezete, írja Koni. Ez sem ORTT szabvány SMS akkor ezek szerint. De jó, de hát és melyik az a szervezet egyébként, amelyik a miniszterelnököt bünteti meg a csúnya beszédért? Vagy a csúnya beszédnek a tartalmáról ne is ejtsünk egy szót se. Arról, hogy igazából mit csinál, csak arról, hogy hogyan fejezik ki ezt. Jó, ugye? Mondjuk annyiba igazuk van az SMS íróknak, hogy ebbe az országban mondjuk a miniszterelnöknek olyan nagyon sok következménnyel nem kell szembenéznie, de hát egy rádió műsornak még akár akadhat úgy a sorsa, fordulhat úgy a rossz sora. Na jó, de hát ez az érdekes, hogy a miniszterelnököt nem kérik számon, csak a rádióműsort. Na ez a legérdekesebb ebben az egészben. Robi, nyugalom. Lassú, mély légzés. Gondolj egy agyvérzés következményeire. Most akarsz kórházba kerülni, amikor szétzúzzák az egészségügyet? Lehet, hogy még beszélni sem tudnál, ez pedig a végedet jelenteni. Kár lenne egy ilyen nagy gondolkodóért, írja Zoli. Én Zsuzsika gyerekét sajnálom. Milyen példa van előtte? Írja az SMS író. A miniszterelnököt nem az ORTT panaszbizottsága bírálja. Csak féltjük a kedvenc műsorunkat. Igazatok van, de ez senkit nem érdekel, írja az SMS író. Riherongy picsa, ezt mondtad, írja az SMS író. Hát ebben a kurva országban már bármit lehet. Iszonyú, Robert! Ez szörnyű, ezt mondtad. Visszavonom, ő egy... Kövessük meg, én szeretnék most bocsánatot kérni. Szerintem a fitness move az teljesen korrekt volt, és... Jó, fitness lúvnya. Jó, mondd ezt, de... Igen, de ez... szeretnék ettől a fitness lúvnyától elnézést. Jó, a riherongyozás az tényleg durva, tehát, hogy az sok. Igen, én magam is így értékelem. Jó, hát akkor ezt most mi szeretnénk jóvá tenni.